Egy 11 éves lányt sósavval arcon öntött a mostohapja, aki elismerte tettét, amikor feladta magát a rendőrségen. Az áldozat arcán és nyakán súlyos sebeket égetett a marósav. Jó estét, Magyarország, ezzel kezdünk. Jó estét kívánok! Európa vezetői azt szeretnék, ha Szerbia átadná a hágai nemzetközi törvényszéknek Milosevic volt jugoszláv elnököt. Belgrád azonban egyelőre nem akarja kiadni, és a többi hír. Elhagyhatja a kórházat Tordján József, ha pártelnök már a választásokra készül. Ha Milosevicet nem adják ki a nyugatnak, Belgrád nem kap támogatásokat. És ártatlannak vallja magát a 150 milliós csalással vádolt Zalatnai Sarolta. Tordján József rövidesen hazamehet a kórházból, a pártelnök több titkárnőt betegágyához rendelt, hogy lediktálja nekik a párt jövő évi választási programját. Tordján Józsefet eddig csak a felesége és családtagjai látogathatták. Most először hívta kórházi ágyához a Kisgazdapárt alelnökét és országos szervező főtitkárát. Nyimoti Géza a látogatás után azt mondta, a pártelnök állapota jelentősen javult. Az orvosok még a héten beállítják vérnyomását és vércukorszintjét, de addig sem tétlenkedik. A jövő évi választási programra felkészülést elkezdi, itt kihasználja még ezt a egy hetet is. Titkárnők fognak bejönni és diktálja majd a mondandóját. A pártelnök a jövő hétre összehívta az országos elnökség ülését, és elkezdik a 176 egyéni képviselőjelölt meghallgatását is. Gyimóti Géza cáfolta, hogy hivatalosan szóba került volna Tordján utódlásának kérdése, és nem kívánt érdemben reagálni arra sem, hogy a pártelnök őt nevezte volna meg lehetséges utódjául. Jól járnak azok, akik állami gazdaságot vehetnek. Néhány nap múlva már nem csak az APVRT, hanem a Magyar Fejlesztési Bank is privatizálhat. A pénzintézet 12 agrárvállalkozás fog magánkézbe adni. A leendő tulajdonosoknak a legutóbb kiszivárgott hírek szerint a névérték csak egy részét kell kifizetni. A privatizáció szervezettől a Magyar Fejlesztési Bankhoz került 12 állami gazdaság, amelyet nem az APVRT, hanem a Fejlesztési Bank privatizál majd. Többen azért bírálják ezt, mert a kormány úgy hoz létre egy második privatizációs szervezetet, különleges jogosítványokkal ellátva, hogy nem vonatkozik rá a privatizációs törvény. Egy olyan szervezetnek adnak át állami cégeket értékesítésre, amelyiknek ez nem feladata, és azért sem lehet feladata, mert azok a garanciális szabályok nincsenek meg a törvényben, amik a privatizációs törvényben megvannak. Ez csak egyet jelenthet. Nem akarja tudni a kormány, hogy ki és milyen feltételek között veszi meg az állam vagyonát. A kormányfő egykori tanácsadója Raskó György örül annak, hogy magánkézbe adják ezeket az agrárvállalatokat, de annak már kevésbé, hogy a magánosításnak ezt a módját választották. Rendkívüli módon elítélem ezt a fajta privatizációt, lévén, hogy emiatt nem lesz versenytárgyalás, és arról van szó, hogy igen jelentős, korábban híres kincstárhoz tartozó birtokok, a magyar mezőgazdaság krémje, pontosabban most 12 állami gazdaság, kerül úgy magántulajdonban, hogy nem mérettetik meg a piaci értéke. A magánosításra kiszemelt 12 agrárvállalkozást dolgozóik, illetve az általuk alapított társaságok vehetik majd meg. Ezeknek a vállalatoknak a névértéke, tehát az az összeg, amennyiért kínálják, 12,5 milliárd forint. Ám egyes hírek szerint a leendő tulajdonosoknak ennek csak 60%-át kell kifizetniük, mégpedig hosszú lejáratú kedvezményes hitelekkel. Óriási nemzetközi nyomás nehezedik Belgrádra, mert a világ azt szeretné, hogy Szerbia adja ki a hágai nemzetközi törvényszéknek a hétvégén letartóztatott Milosevicet. Bár Belgrádban még csak a volt diktátor gazdasági és hivatali bűncselekményei alapján készítették el a vádiratot, a nemzetközi közvélemény már a hágai felelősségre vonást követeli. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló testület főügyésze még az idén meg akarja kezdeni Milosevic ügyének tárgyalását. A volt elnököt köztörvényes bűnökért tartóztatták le, mondja Carla Del Ponte asszony. Mi azonban népirtásban való részvétel miatt akarjuk felelősségre vonni. A hágai törvényszék elé állítást az összes nyugati vezető támogatja, de a hangsúlyokban azért vannak eltérések. A német kancellár csak középtávon számít Milosevic kiadatására,
A brit külügyminiszter szerint azonban Belgrádnak sürgősen teljesítenie kell a nyugat követeléseit. Addig nem folyósítjuk a beígért gazdasági támogatásokat, mondja Robin Cook, amíg Jugoszlávia nem tesz eleget nemzetközi kötelezettségeinek. A jugoszláv vezetés egyelőre hallgat arról, hogy kiadják-e Miloševićet. Az ország törvényei ezt formálisan nem is teszik lehetővé. A gazdasági összeomlás szélén álló ország azonban alig ha engedheti meg magának, hogy a nyugati pénzügyi támogatás helyett a volt diktátor védelmét válassza. Súlyos égési sérüléseket szenvedett az a 11 éves kislány, akit anyjának élettársa sósavval arcon öntött. A férfi elismerte tettét, miután feladta magát a rendőrségen. A lány arcán és nyakán keletkezett sebeket kórházban ápolják. És most a NAV további hírei, röviden. Izraeli telepesek az éjjel felrobbantottak egy gáztartályt a Hebroni piacon. A detonáció három palesztin üzletet lerombolt, nem sokkal a robbanás után pedig a közelben újabb három gázpalackot találtak. Folyóba zuhant két autóbusz Kenyában, amikor frontálisan összeütköztek egy hídon. A balesetben 13-an meghaltak, 22-en pedig megsebesültek. Az áldozatok száma még nem végleges. Szerdától drágulnak az üzemanyagok. A benzinára 8, a gázolajé 2 forinttal emelkedik. Az áremelést a nemzetközi piacon bekövetkezett drágulással, valamint a forint dollárhoz mért gyengülésével magyarázza a MOL RT. 12 ezer napos liba pusztult el abban a tűzben, amely Szentes mellett egy gazdaságban pusztított. A tűzoltókat reggel 10 órakor riasztották azzal, hogy két épület ég a tanyán. Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, az anyagi kár jelentős. Míg Afganisztánban rombolják a buddha szobrokat, addig néhány ezer kilométerrel arrébb Kínában kozmetikázzák a világ legnagyobb ülő buddha szobrát. A világörökség listáján szereplő 1200 éves műemléket annak idején 90 évig építették, így tatarozása akár évtizedekig is eltarthat. Vallomást tett a 150 millió forintos csalással vádolt Zalatnai Sarolta. Az énekesnő azt állítja, hogy mindössze 40 millió forintot kapott kölcsön, és úgy érzi, hogy most még azok is rajta akarnak meggazdagodni, akikkel soha életében nem találkozott. Az énekesnő 96-ban tévés vállalkozásához próbált pénzt szerezni, de nem kapott hitelt egyik banktól sem. A pénzre sürgősen szüksége volt, ezért barátai tanácsára az A és MKFT-hez fordult. Ott megígérték, hogy bankhitelhez juttatják, de addig is szereznek neki pénzt. Az A és MKFT hirdetések útján toborzott befektetőket, havi 10-15%-os uzsorakamatot ígérve. A vádirat szerint Zalatnai 150 milliót vett fel. Ő azonban azt mondja, ennél sokkal kevesebbet kapott. Legtöbbször nem írtak alá szerződést, és Zalatnai is sehova nem írta fel, hogy kitől és mennyit kapott. Azt hittem, ez ki van számítva már egy kockás papíron. Nem, én kockás papíron nem számoltam, én csak azt tudom, hogy... Akkor vonalassát nekem. Hogy 150 millióról csak a mennyekbe lehet beszélni, de szerintem engedje meg, hogy megsatszoljam, mert én most így hirtelen nem tudom megmondani. De talán 50-40 és 50 millió között. Zalatnai azóta sem kapott bankhitelt, a tévé pedig megszűnt, így a hitelezők többsége azóta sem látta pénzét. Cini most abban bízik, hogy az akkor elkészült műsorokat, amelyek most az EMSZAT csődbiztosánál vannak, visszakapja és el tudja adni. Az így befolyt pénzből akarja kifizetni adósságait. Ügyvédje is ebben és enyhe ítéletben bízik. Csak is egyetlen cél lehet, hogy felmentsék a vádak nagy része alól, és az általa elkövetett kisebb súlyú bűncselekményekért arányos büntetést szabjanak ki, ami semmiképpen sem végrehajtandó szabadságvesztés. Zalatnai szerdán folytatja vallomását, de ítélet csak év végére várható. Fegyvert és 120 ezer forintot loptak egy római katolikus paptól. A vallás nem tiltja a fegyvertartást, a plébánosok pedig félnek azóta, amióta egyik társukra rálőttek. Jönnek a részletek a reklám után.